Sziasztok gamerek, remélem mindenkinek jól telik a A mai videóban ezzel az Iron Ardival szeretnék játszani, hiszen szóval a Wargaming berakta a Premium boltba, és hogyha jól tudom, de nyugodtan javítsatok ki, hogyha tévedek, szerintem ez a még nagyon nem volt bent, hanem most be először a karácsonyi szezon után. De jól javítsatok ki, hogyha tévedek. És azt gondolom, hogy szerintem érdemes bemutatni ezt a tankot, főleg azoknak lehet érdekes ez a járgány, akik még új játékosok, szeretnének egy közepes tankot maguknak, egy prémium közepes tankot, amivel jól lehet farbolni, de esetleg a progettót, vagy a boros kólát, vagy a list túl nehéznek találják, túl nehéznek találják a játékstílust vele, Szerintem mindenképpen érdemes nekik csekkolni ezt az Iron és igyekszem nektek bemutatni, hogy mire képes ez a tank. miről szól ez a járgány? A páncéról. A teste, illetve a torony páncé is elképesztő jó. Nagyon-nagyon sokat tudtok patintani vele. Igazából ez a tank olyan, mint egy gyors, heavy, vagy egy ugye, lassú, közepes tank. Mozgékonsággal, sajnos fizetnetekkel ugye ezért a, a, ez a De szerintem egy új játékosnak ez mindenképpen egy előnyt jelentett. Én nem szeretem ezt a tankot, főleg a troll ágyúja miatt, hogy megnézitek, közepes tankhoz képest nagyon-nagyon lassan szűkül, illetve a pontossága sem a legjobb, de az alaplőszer átütése, illetve az alaplőszer átütése kimagasló jó, 2.30-as az alaplőszere 3.20-as alfára, illetve a hitlőszer az 300 mm, ugyanúgy 3.20-as alfára, és a röpeszlőszer az meg egy teljesen standard 420, 420 alfás, 53 mm átütésű repeszlőszer. Ez itt a hetes brit tart, ez nagyon-nagyon gémel minket. Ez nem tud olyan sokat sebezni belénk. Megillő. Ha a Lorena átmenne, akkor azt meg tudnám lőni. Máshogy előre nem látom, hogy előre tudnék menni, vagy tudnék csinálni valami hasznosabbat, hogyha maradok itt. Aztán nézem, hogy itt középen próbál valaki játszani. A közös bázis, hogy lehet, hogy majd megpróbál az ellenfél agresszívan játszani. Azt lerombolták a Kaput, úgyhogy majd lehet, hogy majd ott érkezik valaki. Szerintem egyébként ennek a annak a, a játéksztílusa nagyon főleg, hogyha saját tierbe játszottok vagy esetleg tier 6 ételen, akkor mindenképpen úgy játszátok, mint egy nehéz tank, ha meg ugye olyan meccsmégeket kaptok, ami rossz, 9-es, 10-es tankok ellen, akkor pedig úgy, mint egy közepes tank. Csak ugye lassúak vagytok. Énként felszerelésekből szellő töltés rabja, ami rajt, rajtam van, hogyha ilyen nato, nagyon nyitott pályát uh, kapok, ha tudom, hogy szükségem van a mozgékonyságra, ott pedig ugye turbótöltést, amit használok. Most olyan, mintha nem oda, nem oda néznek a borosra, hát ha most kinéz. Megillő az arti. Nem hiszem el az... Miért az ágyumat? hát bejövök ide a hangárba. Ölem balra. A boros. Hát átfordulok szerintem ide. És legyen innen a... el, azt tudom lőni. És megemelem a tankot. Hát, hogyha teljesen kinéz, akkor igen, az bennmaradt a sarokba. Nézek ide a hosszú utcára, hogy itt történik-e valami. Egyébként az A44. Tudnak ki -e adni egyet. Andi, teljesen amúgy az arta meg tud lőni minket ettől félek. Sajnos az ágya, ahogy mondtam, nagyon-nagyon nem pontos. A DPM értéketek sem olyan kimagasló a jó. Ouch. Rossz helyen meg minket az arti. Ez az 5-5 másodpercenként két kattintok, ez annyira nem szórakoztató, Megint én ugye elviszeltük a, a kunze ha ah, Nem tudok itt maradni, mert az artiv szépen lassan lebont minket. Meg az idegrendszeremet is lebontja így. Lorén? esetleg el tudjuk lőni? Na, mindöbe visszahúzza. Az arti ez csak minket lő. De most ez már a másik arti. Hmm. most még egy arti meglőtt minket. Ő látszik nagyon szeretnek. Jó, borost előjük. Ezt a nova előttük. Ez igazából szerencsés volt. A másik olatéken nem nagyon történik semmi, úgyhogy nem kell itt annyira agresszívan játszolunk még. Ugye ezen a részen se lehet támadni, mert itt lehetnek TD-k. Esetleg azt meg tudom lőni. Na, az a hogy az a tornyal, nem olyan rossz. Valaki bejött a kepre. Jó. mi Milyen jó lövés volt a, sráctól. Kinézett, ez már, már lőtt. Az Artitól meg jól látom, hogy 344-es sebzést kaptam. Ami szerencsére nem sebez. Mi lenne, hogyha sebezne? TVPTD ott áll. Wow. Szitó az nem annyira jó. Szintén megmondva. Nem annyira jó. Ugye itt áll valahol. Most az az arti HP, az, amit ugye az arti elvett tőlünk, az nagyon-nagyon hiányzik. Szintén megmondva. Kevés jól lenne bejutni valahogy a, a bunkerba, csak az nem fog szerintem összejönni. fogok elkezdeni szépen lassan tolatni, hogy a TVP TD most uh, átpozícionált, ugye látjuk a kis térképen, talán itt az én alkalmam. Ne lőj el, snapshotból. Köszi! ma Már átbelőtték a vinket. De azt meg lőni? Meg tudom ám, ott a Leo. Ha nem tudok lőni. Leót ott kéne meglőni, mielőtt elér oda. Ha itt kinézek, meglő minket a Bézi vagy a Kunze. És át tudok itt át húzni? Itt meg tudom lőni a Leót. Jó, adunk neki egyet. Azokat így oldalba tudnak minket lőni. Ez megvan szerintem egyébként a... 25 per 2 -nek. Gyönyörű játék. Valaki ráállt a kepre, az a kunze vagy a bézi lesz. Spotoltak. Onnan. Vannak adunk egyet. Uuuuh. Nézzétek. Ne, és a VTPZ4, aki az egész, nem, nem az egész mérkőzésben spotolatlan, mert egyébként itt volt spotolva, megtalálta a szöget innen. Hát úgy jöttem vele, hogy valahogy megpróbálok egyébként lőni erre a Muzepanzerra, mert hogy van rá lehetőségem. Hát úgy látszik, hogy elkapott minket a VTPZ4. 2500 is kiosztottunk ebbe a TR9-es körbe, én ezzel nagyjából elégedett vagyok, sajnos a vesztes csapatban vagyunk az ellenfél elég jól körbeutózta a pályát, és egyébként de az a HP, amit ugye elvett tőlem a, a az art, nagyon hiányzott itt, most még ugye kibírnék egy lövés, be tudnék jönni ide a tudnék farmolni, tehát még vissza tudtam volna húzni esetleg a bunkerba, még több lehetőségem lett volna játszani. Minden srácok, ennyivel fogunk jönni, úgyhogy jó, is be a garázsba. Nézzük csapatszinten, hogy teljesítettünk harmadikra folyunk a sebzés alapján, majdnem megelőztünk még az E75-ösünket is. Én ezzel teljesen elégedett vagyok, és ezzel a körrel 31 ezer kilitet hoztunk, úgyhogy nem ment semmilyen booster se személyes, se pedig ugye clan booster nem pörög. Azzal egyébként szerintem lett volna simán egy ilyen 60 plusz ugye ebbe a körbe. Úgyhogy srácok, a feszülésekből, ugye mutattam nektek, hogy szellőtöltés stabilit használok, illetve azon a pályán, ahol sokat kell mozognom, tegyük fel, mondjuk majd novkán fel kell mennem a mejtetejére, akkor ugye turbotöltés stabilit használok. Ugye ez a tank közepes tankhoz mérten lassú. Ha megnézzük a mozgékonyságát, a lóerő per tonna aránya nem jó, illetve ugye a nélkül az előre sebességetek az 40, a tolatás pedig 15, tehát mindenképpen egy lassú a közepes tanknak fogjátok érezni, vagy más szemszögből nézve ez egy gyors, nehéz tank. Ha megnézzük a löveg tulajdonságokat, egy 2,7-es szűkülése van, illetve 0,39-es szórása, sok. Tehát, hogy ugyanúgy összehasonlítva mondjuk ennek a annak a tulajdonságát, mint a lissel, ugyanúgy 3-20 alfára, a lissnek egy sokkal, sokkal jobb lövege van. Viszont, ahogy mondtam, ez a tank fizet azért, hogy nagyon-nagyon jó páncél van az ágyú statisztikákkal, illetve illetve a mozgékonsággal, de cserében meg ugye az alaplőszer átütés, meg a hitlőszer átütés nagyon-nagyon kellemes, főleg, hogyha mondjuk egy magasabb szintű meccsbe játszatok, akkor ez a 300-as hitlőszer az, az akár még a tirtézés nehéz tankokra is veszélyes lehet. Illetve 10 fok lövegsérdése van, ezáltal ugye ki tudjátok használni a pánciát is a tanknak. A arcdél itt a bal választom, itt a jobb oldalit, itt meg hogyha egyszer majd meg lesz, akkor mindenképpen a a bal fogom választani, itt pedig ugye ki lehet választani a felderítést, illetve a túlölő képességet. Én valószínűleg a túlölő képességet választanám, és talán csinálnék egy olyan szettet, ahol mondjuk HP boostert rakok, 5 gyorsítót és stabilizátort, hogyha vársi fogok játszani. Próbálgassátok nyugodtan a, a különböző felszereléseket. Szerintem, ami kötelező erre a tankra, az a töltés, illetve a stabilizátor a harmadik felszerelés az meg olyan, hogy amit szeretnétek a mozgékonyságot pusztolni, a HP-át, a tangnak képességét, vagy pedig a lövegét, attól függően tudok rárakni különböző felszereléseket. Egyébként még fejlesztett célzást is el tudok képzelni, hogy valaki azt használ erre a tankra. Na jó, srácok, ugorjunk be a következő meccsünkre. Livebox egy ilyen mert nagyon-nagyon szeretnék eljönni a jobb oldalra, és szeretném mozni a turbo szettet. Én azt gondolom, hogy ha sikerül megszereznünk ezt a részt, tehát be tudunk pusolni az ellenfél alá, Utána ugye tovább tudunk menni így ide, utána meg tudjuk szerezni ezt az alsó részt, teljesen beszorítjuk az ellenfelet körülbelül erre a részre, amit itt mutatok. Az nagyon-nagyon jól tud működni ezen a pályán, úgyhogy megpróbálok eljönni a közepes tankokkal. Igazából azért jó ez a tank, mert mind a kettő opció jó, az is, hogy eljövök erre, és itt segítek a csapatomnak, illetve hogy bemegyek a nehéz tankokkal, mert ilyen matchmakingbe mondhatni azt, hogy egy nehéz tank vagyok, van elég páncélom hozzá. Az és az nem feltétlen annyi, de ugye van, egy, van vannak ilyen alfa sebzésű nehéz tankok tier 8 ba úgyhogy még azt sem mondhatni, hogy nagyon-nagyon kevés az alfátok. Például van a Centurion AX, vagy nem Centurion, a Cernavagon AX, az 230 as alfával rendelkezik, letrédelitek. a letrédelitek. Ez a DPM-mel óvatosan kell azt megcsinálni, 9 és majdnem fél perci a de értedek, amit mondani akarok. A cél az az lenne, hogy a progettunk az nagyon-nagyon jól csinálja, tetszik, amit csinál, tetszik a srác, hogy tetszik, amit csinál. Kucsa <laughs> mondatok. Uh, hogy bejön alájuk, az ellenfél alá, és azt tényleg agresszívan meg kell csinálni. Még akkor is, hogyha elveszítesz egy-két lövésnyi még akkor is megéri. Progettót hagyom egyébként ott játszani a boroskóla ellen, szerintem azt uh, megoldja. Nagyon szépen csinálja srác, és meg is fulladt egyébként. Vízbe folytotta a Progettó, wow. Oda trackeltem volna a vízbe, talán. A t 34 elhibáztam, elhibázta, mert nem jött el innen úgyhogy fogunk bele lőni egyet. És én kezdve, hát akarok még egyet lőni. Itt van a viszont -e. Te... Viszont -e jó lenne egyet adni. A tigrisbe nem tudok lőni, viszont abba a tigrisbe fogok tudni, az hova jön? Van trekkelni plusz a sebezni. Hmm, szerintem már nincs értelme, ahogy kinézzek rá. Vagy van, 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 van. van a kilt elhozzuk, az extra kredit nekünk, és rögtön kezdve, hát féltek, nagyjából minden volt spotó, volt én megyek át itt, így keresztbe a pályán, körülbelül. Én azt csinálni, hogy amikor leesik a spot rólam, várok itt egy picit, leesik a spot, ugye itt végé vagyok, ha megnézitek, hogy ezek a fák takarnak engem, mert ugye így szoktak állni a TD-k, meg így szoktak állni, hogy itt szépen befutok az ellenfél alá. Maximum valahol itt kaptok spotot, de mire az ellenfél realizálja, hogy ajajaj, van valaki, aki itt pusol minket, addigra már késő szokott lenni, beértek ide a hódamba, és így szoktak kempelni a mi TD-eink, azok meg ugye szét tudják azt lőni, tehát van támogatásotok. És egyszerre tudtok ugye sebezni, plusz ugye asszisztot kihozni, ez nagyon jó pálya arra, hogy a kombinális sebzés kihozatok. Szegény Tigris P az nem a legjobb pozíciót találta meg, mondjuk azt. Én szerintem amúgy stokkos, nem? Nem láttam pontosan. Volt egy közepes tank Akkor van felszpoton, ez udás volt. Ulápén vagyok, igazából csak nyomom kell a W-t Ilyen mérkőzésekben egyébként ez a tank, ez az Iron Arni, kicsit olyan mehnek érződik, mert sokszor hiába nyomjátok a duplavéteket nagyon-nagyon erősen, nem értek oda a sebzésre. Oké, és Redtem játék. Tehát nem szeretsz, jó van. Már megyek egyébként a nehéz tankok felé, de szerintem nem fogok odaérni. Így van, hát már milyen nehéz szankról beszélek, még egy tigris van, meg egy sú, és aztán egy volt ez a mérkőzés. Hát srácok, konkrétan letoltuk az ellenfelet. Szerintem ezek a csaták eléggé ismerősek lehetnek nektek. Nem telt el négy perc a mérkőzésből, és konkrétan nyertünk. Úgyhogy ez egy ilyen turbó nitró mérkőzés. Ugorjunk be a következőbe, és nézzük meg, hogy ott mit tudunk csinálni. Utolsó csatát Ellenbergen játszunk, tier 9-es leosztás. Szerencsére nincsen Arti, úgyhogy itt majd tudok trédelgetni a BZ-vel nézzétek meg, a BZ-vel tudom tartani a lépést, sőt még le is előzöm turbó nélkül, amíg nem kapcsolja be a rakétát. A terve az az, hogy beállok vagy ide az ablakba, vagy ide. Szeretném lőni? Nem volt messze, nem volt messze. Itt az ágyútól csoda lenne, hogyha ez amúgy beadná. De meg kell próbálni. A kalibanos videó után, srácok, amit majd ugye szerintem láttok majd, mire ez a videó kimegy. Már, már soha nem tudni azt, hogy mit ad be a játék, vagy mit nem. Aha, ott megy az IS-6, bele egyet. Ott megy a Patriot. Az is ott megáll, az nekünk jó lehet. Pézi az előtte a Patriotot. Ugye ott át a Patriot, akkor tudok lőni bele egyet, de megállt. Előtte a kupolámat ilyen könnyen. De az ilyesetnek egyébként sokkal sokkal rosszabb az ágyja, mint nekem. Még az a gond, hogy a az körülbelül ugyanaz. Próbálom az ő kupoláját ellőni. Hát nem sok sikerrel. Srácok, az ágyi az picit trollkodik velünk. Próbál egyből elfordítani a tornyot, meg felemelni a löveget, hogy ne legyen olyan könnyű lövése. Hát jövök ide a túloldalra. Szerintem lesz egy free lövésem. Hát az nem annyira free. Az ágyú az azt mondta, hogy nem, nem találom el. De már igen, öt túl le az állás. Még három perc te sem telt el Megállom, hogy leesik rólam a spot Jövök át Korupionba lőnk egyet menet közben Vagy csak lőnék Miért érzem azt, hogy amúgy nem lesz más itt? Hol a 95 az ellenfélnél? Á! Ah, vagy AFK, vagy ott kempel De szerintem inkább az AFK Még ezt nehéz lesz betámadni. Úgy nem lehet azt látni. Mi kell tovább. Csillag innen lehet majd lőni azt. Jó, adtunk neki egyet. Szerintem menni kell, menni kell. Ez az a, mérkőzés, hogy nem lehet megállni. A t 95 nem afk. Ez a vicces. Ezek most a boroskolánk, megy egyébként, tudok majd egyet-kettőt lőni A progettó A shu próbálok a su lőni egyet, sikerül Most a boroskola egyébként nagyon-nagyon Sok asszisztot össze tud magának szedni Kezdjük a progettót Remény egyébként, hogy most kicsi szarapozé, Semmi baj Leesünk azt mondom, akarok asszisztot összeszedni. Mert a simán sebzek, az nem fog olyan jó lenni ebben a mérkőzésben kapott egy ezrest. Jó, azt ki tudjuk lőni. Ú, a KPZ elkapott minket. Én 95 nem ide néz. Ó, kicsit késő lőttem. Le tudok-e jönni ide közel? Á, és a Skorpió elkapott minket. Be akartam jönni közel, mert akkor ugye húdalomból tudom farmolni a KPZ-t. És egyébként szerintem nagyjából kiosztuk, ami ebbe a mérkőzésbe volt. Tehát nézzétek meg, kapjuk az asszisztot, 4000 kombináltat kiosztunk, és sebezni már úgyse tudtunk volna sokkal, sokkal gyorsabban, mert ez egy turbó mérkőzés. Tehát az ellenfél bejött egy pár tankkal a városba, letúrtuk, utána megmaradt ugye ezen az AB soron, nem mozdult a kéne, és ez kezdve küzdeni kell azért, hogy kihozzá el a sebzést, és mert nincs olyan nagy alfám, ezért, ha csak egyesével lövöldözök, akkor az nem fog annyira jó lenni nekünk, mint hogyha bemennék és akkor spotolok. Mert hogyha lövöldöztem volna, akkor tegyük fel, két-három lövés bement volna még, de nem tudtam volna ennyi kombinátot összehozni, mint ugye spottal ugye összehoztunk. Meg hogyha be is értem volna, mert hogy pont átérek a Scorpion nem vesz észre minket, vagy nem minket lő, akkor ez még több lehetett volna. Úgyhogy kockáztatom egy picit, ennyi jött ki. Én ennek is örülök egy ilyen mérkőzésbe, ahol ennyire gyorsan letúrjuk az ellenfelet. Egyszerűen az Iron Army néha úgy fogjátok érezni, hogy a mostani csatákba, vagy picit, picit rohanni kell, meg a töltési időtök az nem feltétlenül tudja tartani a lépést a, a, a csatának a történéseivel, vagy a, a, a csatában történtek csatában történtekkel, de én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, jó járgány, főleg azoknak, akik új játékosok lesznek, mert okés, közepes tankhoz mérten nem jó a lövege. Oké, és közepes tankhoz mérten nem jó a mozgékonysága. De az alaplőszer átütés miatt nagyon jól lehet vele farmolni, illetve a páncél az szerintem egy új játékosnak vagy kezdő játékosnak sokkal-sokkal többet fog érni, mivel sokkal több ideig tud a csatában maradni, ezáltal ugye több, több sebzést tud kiosztani, több kritet tud farmolni, illetve maga a játékos is több uh, játékelményt fog ebből szerezni, jobban fogja élvezni a játékot ezzel a tankal, mint mondjuk egy progetóval tette volna. És ebbe a körben nézzétek meg, 45 ezer kreditet kiosztunk, hogyha nem használtak pótkáját, akkor ez 20 000-rel még több lesz. Tehát egy igazi kreditformuló motion ez az Iron Arni. Úgyhogy, ahogy mondtam nektek, szerintem ez nem lesz az én kedvenc közepes tankom, mert jobban szeretem a boroskólát, kólát, a líst, a, a progettót, aminek jó az ágyú, amiben nagy a kerékpotenciális, engem nem nagyon érdekel az, hogy van-e pánci, vagy nem, mert tudok játszani pozícionálásból, Mert én tudom, hogy honnan mit érdemes, hogy honnan hova érdemes kinézni, mikor kapok spotot, stb. Szóval egy új játékosnak ez mindenképpen egy idő, mire megtanulja. Addig meg szerintem ez az egy nagyon-nagyon jó választás tud lenni. Sőt, még szerintem a haladó játékosoknak is, szerintem ez jó választás. Úgyhogy nyugodtan csekkoljátok le. Hát ebből a ebből a sessionből 2200 sebzést tudtunk kihozni, ami nem sok, viszont, ha megnézitek az átlagos közreműködésünket, az még plusz 1003, tehát olyan 3000 fölötti kombira játszottuk simán ezt a tankot, 3500-3600 körül, amivel én nagyon-nagyon elégedett vagyok, azon már simán le lehet márkolni ezt a tankot, és jó sok krétet tudtok összegyűjteni, főleg, hogyha még asszisztoltok is a sebzés mellé. Hogyha nem tudtam nektek segíteni, a vásárlásba, hogyha kételkedhetek, hogy érdemesen megvásárolni ezt a tankot, vagy sem. Remélem, hogy tudtam tippeket, illetve trükköket mutatni nektek. Egyébként ez a tank tényleg borzasztóan jól páncélozott, azt még gyorsan szerintem meg tudom mutatni, hogy hogy, hogy néz ki a páncél ezen a tankon. Gyorsan, közepes tank, USA, és kell egy olyan, hogy Iron Arni. Miért vagyok vaksácok? M47 Iron Arni, 3D modell visual kell nekünk live. Tudom, srácok. Tehát nézzétek meg, a testén a frontpáncélja az 250 mm, 260 néhány helyen, de mivel ilyen üreges páncél, tehát hogyha még pont annyi átütésetek van, akkor sem feltétlen fogjátok ugye átütni, meg ugye hullámba rakja magát, meg távol lőttök, borzasztóan erős a páncélja. Az alvázának is a, az alsó csíkot kell eltalálni, tehát nem olyan nagy az alváz. Szájszképen egyébként egészen jól lehet vele, én azt, én azt vettem észre, hogy szájszképen jól tudtok vele, illetve a kupola nem mondom, hogy pici, de hogyha felemelétek a löveget, illetve elfordítjátok a, a a tornyot azonnal, ahogy lőttetek, akkor egészen nagy részt ugye, ki tudtok belőle uh, venni, hogy az ellenfél az ágyatokat találja el, ne pedig a kupolát előtte. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg páncélból ez a közepes tank talán az egyik legjobb a, a tier 8 -a szinten, úgyhogy mindenképpen érdemes csekkolnotok. Tényleg remélem, srácok, tudtam segíteni nektek ezzel a videóval és hogy élveztétek, hogy igen, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ne felejtsetek el csekkolni engem a Twitch tornámon, illetve a Discord szerverem, mind a kettő csatlakozatok link a leírásban mind a kettő, nagyon jó közösség mind a két helyen, úgyhogy érdemes benézni, illetve hogyha szeretnének támogatni a munkásságomat, csatornataggá tudtok válni, illetve lesz egy köszönet gomb a videó alattól, tudtok borravalót hagyni nekem. Nagyon, nagyon szépen köszönöm nektek a kitartó figyelmet, legyen szép tapotok, jó csatájtok, és akkor találkozunk a következő videóban, vagy pedig a streamen. Szevasztok!